Beléptünk Harcos István középiskolai tanár könyvtárába. Találtunk egy olyan ruhát, amit Magyarországon nem használnak, egy orosz rabruha. És a tanárulat megkérjük arra, hogy meséljen erről a ruháról, és így fejtse végig az élete történelmét, azokat az időket. Szóval mostani végig gondoltam, az a mostani egy sajátos belpolitikai krízisnek egy régiből eredő vetülete. És azért aktuális, és ami indítás adott rá, következő. Most olvastam az elmúlt héten, 2014. szeptember 20-án, szombaton, Lengyel László írásában a következő mondatokat. Az Aréna utca sarkán állt egy munkaszolgálatos és várta a villamost, annak a bizonyos ugye krízis időszaknak a időszak ez. Olvasott, hátulról leütötték fejéről a sapkát, a téren egy öreg ember akaratlan behúzta a fejét, és a sapkájához nyúlt. Nem tudsz tisztelegni, te büdös zsidó? Nem láttam. Gyere velem! És az őrmester áthurcolta a szemben lévő Albrecht laktanyába, Aréna út. Egy zárkába vezették, ütötték, majd kopaszra nyírták, és megérkező magyar királyi jókeresztény hadnagy kitette a laktanyudvarba. Feküdj föl! Ha le, akkor belédrukok, ha föl, akkor megpofozlak. Egy órán át ütötték és verték. Te már régen a föld alatt leszel, mocskos zsidó, mikor én még mindig itt leszek, harsogta a hadnagy. Bukfenc, kuszás, és amikor végre elengedték, az arcába vágták. Próbálj csak panaszkodni. Velünk van mindenki, még maga az Úristen is, veled pedig senki. Csak le kell tenni. Ez azért aktuális, mert 2 évvel ezelőtt, így szeptember tanév elején meghívtak az Aszódi Evangélikus Gimnáziumba, két gimnázium van Aszódon, egy állami, meg egy evangélikus, hogy a két végzős osztálynak tartsak előadást élményeimről, életemről. És körülbelül 2 órás előadást tartottam, van ott egy óriási nagy terem, zsufolva volt, és előadtam, amit most röviden összegezek. Az előadásnak az alapja az volt, hogy 1944 áprilisában még nem voltam csak 18 éves, német megszállás elindulás után egy hónappal körülbelül légoltalmi munkaszolgálatra behívtak. A behívás eredményeképpen szolgálati helyemet kijelölték Kőbányán, a Drasse téglagyár porcelán üzemének az egyik épület és udvar részébe, illetőleg többünket vagy 30-unkat ott helyezték el, szállás, készenléti állapot és gyakorlás. Na most közben elrendelték ebbe az időbe pont a sárga csillag viselését, mert addig nem volt kötelező.
utána hamarosan következett a vidéki zsidóság begyűjtése. Mindenkibe ez élénk visszhangot váltott ki, és azt mondták nekem, hogy mivel tudjuk azt, hogy te történelemmel foglalkozol, hát, magyarázd meg nekünk, hogy mi ez a zsidó kérdés, és miért van annyi zsidó Magyarországon, meg Lengyelországban, Galíciában, és miért jönnek ilyen sokan ide, és miért kell ellenük intézkedni. Na és én, hát mivel én nagyon fiatalon elkezdtem a iskolai tanulmányok mellett is, rengeteget olvasni és foglalkozni az őstörténettel, és nagyon-nagyon érdekelt az őstörténelem maga, és Körösi Csoma és Julianus barát nyomán én is álmodoztam arról, hogy egyszer eljutok Közép-Ázsiába, és akkor serdülő fejjel azt tűztem ki célul, és megmosom a lábam az Araltóba. Hát ez a mai napig nem következett be, bár időközben előfordult ugye, hogy vendéglátásként ugye a Szovjetunióba, azaz a keleti magyarság összfészkébe tudtam elmenni. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a felkérésükre hazamentem, nagyon rövid úton, nagyon közeli helyen laktunk, a elhelyezési körlettől nem messze, elhoztam Európa térképét, és most illusztrálni szeretném ezt, ott van Európa térképe, vízrajz. Ezen a vidéken jártak a feltételezett ős magyarok, de magyarok elődei, és ezen a vidéken volt egy úgy hívják, hogy Kazár Birodalom a 6. és a 9. század között, aminek a székhelye itt volt, úgy hívták, hogy itt él, és annak a keretébe, annak a Kazár Birodalom keretébe voltak az úgynevezett ős magyarok. És 780 és 880 között, 80 között egy forradalmi megmozdulás keletkezett annak következtében, hogy inni délről és keletről a mohamedánok támadták Kazár Birodalmat és ezt az egész itteni lakosságot, illetve az arabok tulajdonképpen, és mohamedán vallást terjesztették. Ezen a vidéken meg itt volt a Bizánc Birodalom, az ókeresztény hitével. Közöttük itt volt Kazár Birodalom, és a Kazár vezetőség úgy döntött, hogy annak a kivédésére nem akar mohamedán lenni, nem akar arab alávetésre kerülni, és nem akar bizánci hitre térni, nem akar bizánci alávetésre térni, és ezért zsidó vallást vett föl, és államvallását tette a zsidót. Na most ez persze nem tetszett sokaknak, és körülbelül 100 éves forrongás kezdődött ezen a vidéken, amelynek a hatására a magyarok és azokhoz csatlakozott Kazár törzsek, akiket mi kabaroknak hívunk, ezek elindultak nyugat felé. Azért nyugat felé, mert a keletről támadták a keletről és délről az arabok ezt a vidéket. Itt a bizánci hatalom volt, csak ez az út volt kivezető és járható. Ezen a vidéken pedig szlávok éltek a közép-orosz síkságon. Na most ennek következtében, mivel a magyarok elvonultak,
itt közben kialakult ugyanabban az időben, itt Kijev központjával egy Norvégiából, Dániából ide szakadt vándornép a normanok vezetésével egy kijevi állam, ez a kijevi Rusz, Rusz azért nevezték, mert itt van egy sziget, főleg innét jöttek, Rusz szigetről ezek a normanok, és saját magukat így nevezték, és ez terjedt el, és a kijevi állam megszervezte az itt lévő szláv népeket, és amikor a magyarok erre elvonultak, ezzel csonkább lett a kazár birodalom hadereje, a kijevi Ruszba Sziatoszláv fejedelem vezetésével megrohanták a maradék kazár birodalmat, és a maradék hadsereget megsemmisítették. Az ott lévő népek igyekeztek menteni magukat, és most jön az érdekesség, hogy ugye délfelé erre mentek a magyarok, és a magyarokkal a kabarok, északra itt lévő bolgárok följebb vonultak, és ott alkotnak ma is a könyökbe egy csuvas nevezetű óbolgár területet, és a maradék zsidó hitű emberek pedig nem mehettek másképp, csak a kettő között, tehát Kijev és a Fekete-tenger közötti részbe, és itt találtak egy ilyen erdős, hegyes, dombos vidéket, ahol el tudtak tulajdonképpen az üldözőjéktől rejtőzni. Na most, ezt vissza lehet venni, kialakult ez a dombos vidéken, amit ma úgy hívunk, hogy Galícia, egy zsidó vallású többség századokon keresztül, és Európába bárhol üldözték a zsidókat, ehhez a zsidó vallású többséghez igyekeztek menekülni. Na most ennek a vallásnak a sajátossága egészen más, mint amit hivatalosan követnek jelenleg is az izraelek és az Észak-Afrikából, Spanyolországból származó zsidók. Na, elmagyaráztam én akkor, 1944, ez május első hetében volt, ott körülbelül 30 embernek, hogy hát ezért vannak olyan nagyszámmal zsidó Galíciába, és Galíciából, mivel osztrák-magyar területhez tartozott, könnyen, nem volt határ, be tudtak vándorolni osztrák-magyar területre, főleg ugye Magyarországra, vagy pedig maradtak ott, ami később, 1920 után Lengyelországhoz tartozott Galícia. Na most akkor divatos volt Európába a Hitler fellépése, vagy hirdetése következtében, hogy a legkülön faj a germán, mert az árja származás, és mindenki, aki árja származik, az különböző, mint a többi. Ezért mindenki Magyarországon is, aki követte ezt az eszmét, azt mondta, hogy mi árják vagyunk, és nem vagyunk zsidók. Ezzel azt mondtam, itt a magyarázatra szerint kérdezték, hogy árják vagyunk, és mondom, semmi közünk hozzá, mi Közép-Ázsiából, ha a mondáknak és a történelmi adatoknak hihetünk, Közép-Ázsia felől származtunk, tehát egy másfajta nép vagyunk, az árják viszont Iránból származtak. De az is bizonytalan, hogy a germánok árják vagy nem. De mi nem vagyunk árják. És most a lényeg, ezt mondtam, hogy a galíciai zsidóság voltak éppen kazároknak a leszármazottai, akikkel mi együtt éltünk, tehát testvéri nép voltunk, és úgy tekinthetünk a zsidókra, mint testvérekre. Tehát voltak éppen a zsidók a testvéreink, a germánokkal semmi dolgunk nincsen, mert mi nem vagyunk árják. Megmagyaráztam. Ezt előadtam egyébként a gimnáziumba is.
Ezt csak mellékesen jegyzem meg, majd később visszatérek rá. A lényeg az, hogy a előadásom után egy hét múlva váratlanul, akkor úgynevezett képzettségemnél fogva ugyan tisztesi rendfokozatot kaptam, leszaggatták a tisztesi rendfokozatot, és amit előbb elolvastam, és előbb csináltak a zsidóval, engem elhurcoltak, elvittek Kőbányán az akkor üresen álló, ugye nem volt oktatás, már ilyen idők voltak akkor, a polgári leányiskola egyik tantermébe, és ezt, amit elolvastam, ezt végigcsinálták velem. Hogy te, Piszok zsidó Bérenc, hogy lehet testvérünk nekünk a zsidó, hogy szerethessük mi a zsidókat? Én nem mondtam semmit, történelmi tényt igyekeztem felvázolni, és ehhez kapcsolódó történelmi tényekhez fűztem ezt a véleményt, hogy hát ezt merészeltem mondani, hogy a zsidók testvéreink. És csak azt akarom megjegyezni, az teszi aktuálissá engem, ugye nem zsidót, ugyanúgy bántottak, mint az előbb említett zsidó munkaszolgálatos. Pedig én nekem semmi között nem volt, csak azt merészeltem mondani, hogy a zsidók testvéreink. Ennek még következménye is lett, mert utána elvittek egy laktanyába, és ott laktanyafogságra ítéltek ideiglenesen. De hát közben Magyarországon is, és külpolitikában is változott a helyzet, mert ugye nagyon előre haladt a szovjet hadsereg előre nyúlása, és a nyugati hadsereg partra szálltak nyugaton, akkor abban az időben, júliusban, és közben augusztusban kiugrott Románia. Ennek következtében a magyar kormányzat, Horthy, elbocsátotta az addigi Sztójai Döme miniszterelnököt, aki mellesleg azelőtt Németországban volt magyar nagykövet, és német barát volt. Helyette Lakatos nevezetű tábornokot bízta meg kormányalakítással, aki nyomba megszüntette a zsidótlanítást, akkor akarták a Budapestről kitelepíteni szintén a zsidókat, és előzőleg már csendőröket vezényeltek Budapestre, hogy a csendőrök összeszedjék a budapesti zsidókat is. Leállította a csendőröket, kiparancsolta Budapestről, és csodák csodája, engem meg kiengedtek a laktanyafogságból, és ugyan nem rehabilitáltak ilyen szóval, ilyen tettel, de valóságban engem áthelyeztek egy másik alakulathoz, egy úgynevezett kisegítő légoltalmi alakulathoz, és mintha nem történt volna semmi, ott voltam. Bekövetkezett pár hónap múlva a Horthy-féle kiugrási kísérlet 44. október 15-én, 16-án Szálasiék a nyilasok átvették a hatalmat, egy hét múlva megtaláltak a rendőrök, és fegyveres kísérlettel elvittek a kőbányai rendőr kapitányságra, ahol őri fogalmazó, tudnék, hát ugye mivel én ilyen mániákus vagyok, ha szeretem a betűket, amikor odaértem, mindjárt megnéztem a ajtón a nevét, és nem felejtem el, ki volt írva, hogy őri fogalmazó, e őrinek írták, és ahogy beléptünk, kaptam két hatalmas pofont, de aljas zsidó Bérenc, megtanítunk téged szeretni a zsidókat. Na, ez volt az egyik. Ennek következtében rendelkezett, elvittek a rendőr főkapitányságra Budapest központjába, ami a Honvéd utcában volt akkor, onnét pedig elvittek
a Mártírok később Mártírok útjának nevezett útra, amit akkor Margit körútnak hívtak, ahol volt a katonai bíróság és fegyintézet. Oda bevittek, és az őr, amikor betette egy cellába, na, jó vigyázzon, mert ez a golyós cella. Ez annyiból azt jelentette, hogy egyébként nem volt semmi fekvőhely, csak egy puszta ugye, betonalja, és így tovább. És egy napig ott voltam, ez azt jelentette köznyelven, hogy hát innét viszik az embert agyonlőni. Mert akkor ugye ez volt az egyszerű szokás. De hát ezt a szokás nálam nem tartották be, és egy nap után betettek egy közös cellába, onnét egy napon, ez körülbelül két hétig tartott, egy napon az ügyi elvittek az ügyészhez, egy fiatal, értelmes ügyész fogadott, meghallgatott, katonai ügyész, ugye ezek mind katonák, és elolvasta a papírokat, és akkor elmondtam én is, hogy magyarázzam meg, elmagyaráztam, szóval marhaság az egész. Na tudod mit? Bevonultatlak, aztán elintézzük az egészet. Na, és akkor ezt követően másnap egy fegyveres őrséggel elvittek a olasz fasornak, akkor olasz fasornak, most Szilágyi Erzsébet fasornak nevezett útra, ott azon az úton, ott egy akkor üresen álló laktanya volt, ami azelőtt hadapród iskola volt. Ott gyűjtötték össze az mindenféle katonának való anyagot, onnét szállítottak be, hogy gyalog mentünk a akkori Mária Terézia laktanyába, ahol a laktanya egyik szobájába mesztelenre vetköztetve egészségügyi orvosi vizsgálat, besorozás hivatalosan, majd utána levittek az udvarra bennünket, nem kaptunk ruhát, saját ruháinkban voltunk, tehát polgári ruhába, mert arra még nem volt elég kapacitásuk, hogy ruhát is adjanak, és ott elmondták az esküszöveget, és közölték, esküszöveg után az eskü nem mondása nem kötelez annak a következményétől, hiszen nem zárja ki, hogyha valaki nem mondja az esküt, hogy az esküszövegének következményeképpen bűncselekményt követel, hogyha megszegi az esküt. Ez azért jellemző, mert ténylegesen nem szöveges elmondás volt, volt, aki hangosan mondta az előolvasott szöveget, volt, aki mormolta, volt, aki hallgatott én is. Na most utána elszállítottak bennünket nyugat felé. Itt az Aréna úton, ami említettek, azért aktuális ez a cikk, abban a laktanyába vittek először be, mert ott vagoníroztak aztán be a vasúttól. Amikor oda beérkeztünk, nem voltak vaslácsok az ablakon, mint ahogy most, szabad, kinyitható ablakok voltak, és én bizony, meg több páran, hogy hazaszaladunk, megmondjuk anyánknak, hogy hol vagyunk és mi van velünk. Kiugrottunk az ablakon, elmentünk, este hajnalba visszajöttünk. Nagyon fontos, mert én nem tudtam akkor, nem tudtuk akkor, hogy már agyonlőhettek volna. Megmondom miért. Ami következik, majd megmagyarázza. Ugyanis annét bevagonírozva elmentünk, elvittek bennünket dél-nyugat Dunántúlon keresztül Zala megyébe, Bak községbe kivagoníroztak bennünket, ott különböző ilyen nagybirtokos pajtákba elhelyeztek bennünket. Ez egy pénteki nap volt, azért jellemző, mert
Péntek este megérkeztünk, na végre kipihenhetjük magunkat, mondták néhányan, és hárman fogták magunkat, hogy gyere, elmegyünk egy kicsit inni a kocsmába. És hárman elmentek inni a kocsmába, ahol aztán egy rövid idő múlva a járőrrel, ellenőrző járőrrel, tábori csendőrökkel találkoztak, akik bevitték. Még az éjjel a parancsnokságból hadbíróság alakult, hadbíróság szökésér halálra ítélte őket. Reggel 5-kor ébresztő, 6-kor 4 szög ottani térségen. A 4 szög, tehát a minden jelenlevőnek a felsorakoztatása egy 4 szögletes részen, 3 oldalon, mert egy oldal üres volt, és kiolvastak a 4 szögből, minden 10. ember lépjen ki, minden 10. ember kilépett, azokat középen felsorakoztatták, kezükbe adtak egy töltött puskát, kihívtak 3 fiatalembert, akik megszöktek is, kocsmába elfogták őket, és elítélték halálra. 3 ember ott megállt, és vezényszóra a puskások halálra ítélteket egyenként agyonlőtték. A legutolsó, 3., úgy halt meg, hogy 2 karját felemelve az égnek, éljen Magyarország, felkiáltással kapta a lövéseket. Én is így járhattam volna meg többünk már előtte. Na most a kor jellemzésére elmondtam ezt, mindezeket itt, de még többet is utána az aszódi evangélikus gimnázium nagytermébe, ahol minimum 100 hallgatón volt, és utána ezeket a szövegeket, amiket elmondtam, nyomtatásba megjelentették. Hogyan? Tessék megfigyelni. Ilyen egységbe kerültem, és ott éltem meg, hogy a nyári időkben, amikor elkezdték elhurcolni a zsidókat, akkor társaságban téma lett a zsidó kérdés, ebből fakadt, hogy egy idő múlva, mint zsidó bérencet elkaptak, puskatussal vertek, lelocsoltak, majd utána egy laktanyába zártak egy hónapig. Kihagyták belőle azt a történelmi indoklást, most hagyták ki. Ez öncenzura. És az illető magát tanárnak nevezi, DH tanárnak, és tanít a gimnáziumba. Utána ilyeneket ír, hogy utána engem, mint Leventét, egy más szövegbe, ebbe van benne, engem, mint Leventét kihurcoltak nyugatra, és 46-ba visszakerültem. Írja egy más helyen. Utána egy más helyen azt írja, hogy a kihurcolásom után 45 őszén kerültem haza. Kérem, ez egy mostani úgynevezett történész, aki így tanítja, tehát ilyen felkészültséggel tanítja a mai gimnazistákat. Na most, hogy kerülnek az ilyen történészek egyáltalában oktatáshoz, de hogyan kerülhetnek, hogy ilyen felkészültségi emberek lesznek az oktatók. Külön tézisem van ezzel kapcsolatban, mivel én a Magyarországon felelhető, vagy a kezembe kerülhető összes történelmi műveket én elolvastam, ami egyáltalán hozzám kerülhetett, vagy meg is vettem, vagy ha nem, a könyvtárba elolvastam. Így nagy részt ugye, különböző nyugati szerzőket is, vagy szovjet, illetve orosz szerzőket is, de hogy kerülhetnek egyáltalában olyan emberek, olyan
minősítéssel olyan helyzetbe, hogy ők megmondják, hogy hivatalosan mit kell gondolnunk. Ezért mondom, mert ez az ember, akinek a könyvét elővettem, nekem kedvencem, és minden történésznek Németh Gyula, ez a 20. század első felébe a történelem fejedelme volt. Ő volt a legtekintélyesebb ember, Németh Gyula, akadémikus, aki ha azt mondta, hogy A, akkor mindenki azt mondta, hogy A. Ennek bizonságául én ezt olvastam, kijegyzeteltem, a jegyzetek itt vannak mögöttem, de ettől függetlenül újra megvásároltattam a lányommal ezt új kiadásba, antikvár beszerzéssel ezt a könyvet, és mivel ilyen emlékezetem nagyon jó volt, lehet, hogy most is az, visszaemlékeztem, hogy a 264. oldalon mi van, ezért vettem meg újra, hogy dokumentálhassam, mert azt mondja, egy másik tudós társára vonatkoztatva, Kniezsa véleményét nem tudom elfogadni. Ragaszkodom régi álláspontomhoz. Ez indok? Az álláspont az vélemény. Nem azt mondja, hogy azért, mert, tehát nem indokol. Egyszerűen az, hogy ezt én mondom, és ez az én álláspontom. Na most ebből következik egy olyan meghatározás, amihez ideig jutottunk, hogy a mai történészeknek én az értékét semmire se becsülöm. Összegezem. Úgy készül minden egyes szakdolgozat, minden egyes vizsgáztató úgy készíti, kivétel nélkül, hogy valakinél tanul, akinél vállalja, hogy a szakdolgozatot végzi, az illető szakember, történész, professzor témákat sorol fel az ő által felsorolt elgondolások alapján, hogy válasszon ebből valamit, vagy esetleg más gondol, akkor beszéljük meg. Az illető vizsgázó tudja, hogy mire gondol, hiszen ott hónapokat töltött vele előadásában, tudja, hogy hogy gondolkozik a professzor, és ő le akar vizsgázni, ő jó jegyet akar szerezni, tehát ő neki olyan dolgozatot kell írni, hogy megfeleljen a vizsgakövetelményeknek, ami nem más, mint a professzor saját értékítélete és ízlése, vagy véleménye. Olyan dolgozatot ír, ami megfelel. Ezzel elvégezte az egyetemet. Ha doktorálni akar, akkor megint kiválaszt valakit, kinél akar doktorálni, az mint egy lábas jószágot elővezeti téma szerint, hogy miből ajánl írni, és esetleg, ha más választása van, beszéljük meg. Az illető doktorátus szerző tudja, hogy a nagy professzornak mi az ízlése, a elgondolása, ő igyekszik megfelelni, hogy megkapja a minősítést. Tehát ő olyat fog írni, amilyen megfelelő. Ha utána akadémikus akar lenni, kiválaszt megint egy témavezető professzort, akadémikust, akinél ő, mint témavezetőnél kezdeményezi a nagy doktoriának a megszerzését, megint ugyanezen a lépcsőfokon, ugyanúgy megfelelés szintjén akar előre haladni. És a végén a könyv bizonysága szerint a nagy professzornak a véleménye alapján elnyerheti azt a jutalmat, hogy ő akár akadémiai nagy professzori doktorátust is szerezhet, és akadémikus is lehet, mert mindenben megfelelt. Most jön az én
másik témám, a mostani neo tanítási rendben pedig ezek az urak felkészülnek a különböző doktorátusokra, különböző vizsgákra, és tekintettel, hogy most már eltelt jócskán sok-sok-sok évtized, és technikai vívmányaink odáig jutottak, hogy, az ugye ajánlott olvasmányokat az illető jelölt nem olvassa el, mert az sok. Ennek következtében előveszi a jó internetet, és abból kisilabizálja. És ebből szépen összegezi azokat a törzs anyagokat, aminek alapján, akinél le akar doktorálni, le is fog doktorálni, annélkül, hogy a felkészültsége elégséges lenne. Ennek legfőbb bizonyítékát nem ezzel adom, hanem a saját unokámmal, aki most 21 éves, és történelem matek szakon felvételizett, és egyből felvették az ötvösre, és az iskola diszének jelentette ki az iskola igazgatója a gimnáziumba, a tanévzáró értekezleten, és amikor én elkezdtem itt beszélgetni vele, nem most, hanem annak idén az érettségie után, ami jeles, természetesen mindig kitűnő volt, hogy miből volt a történelmem, miből volt az irodalmi téma. Az egyik téma Gárdonyi Géza, Egri csillagok. Hányas kaptál? Jelest. És hogy tetszik Cecei? Mi? Azt mondja, mondom, olvastál egyet egyáltalában? Mit? Gárdonyi Egri csillagokat? Nem. Hogy vizsgáztál Jelesre? Hát ott az internet. Mondom, nem olvastad az Egri csillagokat? Itt körülnézhet a könyvtárba. Nem olvasnak a mai fiatalok. Nem olvasnak a mai tudósaink. Nem olvasnak az emberek. És azt mondják, hogy ők tudósok. Ez a példa. Na most ehhez hozzá kell tennem egy érdekességet, mert az óriási nagy, én nacionalistának születtem, mert abban a korban nőttem föl. Én úgy imádkoztam tanév kezdetekor, még minden óra elején is úgy kellett, meg a tanórát is úgy kellett befejezni, hogy hiszek Magyarország feltámadásába. Engem így tanítottak. És úgy hittem kezdetbe, hogy nekem igazi nagy magyarnak kell lennem. Ezért felfedeztem az ősmagyar kutatásnak a lényegét, hogy utána kell néznem eredetibe mindennek, mert korán felfedeztem, hogy amit írnak, az nem mindig fedi a valóságot, és azután nem mehetek, nekem magamnak kell meggyőződni róla. De mindjárt kezdtem magamon a magyarítást, egyéb részleteket nem mondok, csak annyit, hogy kezdjük beszélni magyarul. Hogy kezdjünk beszélni? Hát kezdjük a hét napjaival. Azt mondja, hogy hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Felfedeztem, hogy hát az, hogy szerda, ez nem magyarul van. Csütörtök nem magyarul van, péntek nem magyarul van, szombat nem magyarul van. Hogy van ez? És akkor elkezdtem magyarítani. Hát közben tanítóképzőt tanultam, akkor úgy hívták, hogy tótul. A kötelező volt egyébként a német nyelv tanulása is, mellesleg, mint kötelező idegen nyelv.
egyébként is foglalkoztam olasz és francia nyelvvel közbe, és akkor meg latinnal, és akkor rájöttem különböző dolgokra, hogy a szerda, ez egy szláv, azt jelenti, hogy hétközép, közép. A csütörtök negyedik nap. Péntek, az meg nem szláv, hanem az görögből eredeztethető szó, a szombat meg kifejezetten zsidó szó, szobota. Na most ennek következtében rájöttem, hogy hát te jó Isten, hát akkor magyarítsuk elsőbb a napokat. És néhány hétig az én magyarításom szerint beszéltem én, hogy hétfő kedd, hétközép, negyednap, ötödnap, hétvége. Aztán rengeteget olvastam, rájöttem arra, hogy ez marhaság, mert minden nyelvben, mindenféle nyelvek benne vannak ágyazva, és nem egyfajta, nem egy sikú, nem egy eredetű a szókincsünk, meg a nyelvtanunk, meg semmi. Ezek mind úgy keletkeztek, vegyültek, alakultak. És akkor még rájöttem ma már arra, hogy a legnagyobb magyarok, a Schmidtek, a Csurkák, a Navracsicsok, és ezt nem most jöttem rá, nem régebben, hogy azok tartják legjobban magyarnak magukat, akiknek még a neve sem magyar eredetű. Hát ez honnét van? Hát közben elfelejtik az itteni ősmagyaroknak nevezett akárkik, hogy először is volt egy tatárjárása, kipusztították az ország központi részét, mert akkor úgy mentek, hogy mindent fölégettek, és akiket találtak, legyilkoltak a tatárok. Utána jöttek a törökök, 150 évig vitték a gyerekeket Janisárnak, és mint Janisár törökök jöttek vissza. Utána a félig kiürült ország közepét megtöltötték a szélekről jött önkéntes visszavándorló, ezen kívül a birtokot kapott, és a nagy török ellenes háborúba jó hadvezéri képességet mutató cseh, német, lengyel, olasz, meg egyéb előkelőségek birtokokat kaptak. A birtokokra onnét, ahol ő jöttek, onnét telepítettek embereket. Ezért van például Erdőkürtön, ki van téve a tábla, Kirc, az a szlovák községnek nevezett község, mert betelepült egyébként ténylegesen részben cseh, részben volga, a vágvidéki részben közép, Szlovákiából eredeztethető jobbágyokat telepítettek, és így két csoport, egy evangélikus és egy katolikus csoport keletkezett, akik ma csak magyarul beszélnek, és azon kívül emlékezzünk vissza, honfoglalást követően az addig ellenségnek nevezett besenyőket betelepítettük. És itt vannak Mária Besnyél például, vagy akármi. És a kunokat, akik szintén különlegesek voltak, szintén betelepítettük. Azok itt vannak most magyarok. Hát akkor hol vannak az ős magyar magyarok most? Nem ezen alapszik, tehát nem a fajta jellegen alapszik ez. Ezeket meglovagolják a különböző érdekek. Na most a leglényegesebb az előadásomat próbálom rekonstruálni, nagyon cseppet, mert elmagyaráztam, hogy 17 éves koromban, akkor a viharvert időben, ez 42 világháború, megtanultam azt, rengeteget olvastam, rengeteg helyen voltam, rengeteg ismerősöm volt, szervezetekben részt vettem,
minden érdekelt, hogy a politikában nincsen meggyőződés, csak érdek. Az érdekviszonyok határozzák meg, hogy én mit mondok, mit követek, és mit követelek a néptől. A másik, ami legjellegzetesebb, éveken keresztül megfigyelve megállapítottam öntörvényűen, hogy amit a politikus mond, annak az ellenkezője sem igaz. Mert csak az érdeke határozza meg, hogy mit kíván. Na most az legérdekesebb, az előadás befejezésére elmondtam én a többit is, amit itt a, majd később elmondok. Tehát a többi viszonyaimat, meg utána ugye ezek a jobboldaliak voltak. Utána a baloldaliaknak épp úgy útban voltam az AVH-nak, és így kikerültem a Nagy Szovjetunióba. Utána visszakerültem, és október 23-án én már elvonultam az akkori munkahelyemmel együtt, az oktatási minisztériummal együtt a BEM szoborhoz, és akkor harmadik kellett, főtér 2. számú házba, második emeletén álltam az ablakba, mellettem a harmadik kerületi tanács épülete, és az ablakon kinézve látom, október 28-án, egyébként az volt a szokás, akkor ablakokba kitették a rádiókat, hogy mindenki a legújabb híreket hallgassa, és éppen Nagy Imre mondta azt a beszédét, amelyben üdvözölte a forradalmat, és hogy győzött a forradalom a szabadságharc, tegyük ki a nemzeti zászlókat, ünnepeljünk és kezdjünk egy új korszakot. A szomszéd tanácsépület előtt óriási tömeg verődött össze, több ezres embertömeg, kiabálták, hogy tegyék ki a nemzeti zászlót, verjék le a vörös csillagot, és ekkor én lementem, mondtam két embernek, hogy jöjjön velem, ott aki ott volt két fiatal, gyertek velem, kitesszük a zászlót. Hogyan? Mindjárt oda mentem, elkezdtem rúgdosni a nagykaputa, jött a hivatalsegéd, mondta, hogy nem nyitja ki, akkor betörjük. Kinyitotta, hárman beértünk, hol a tanácselnök, vezessen föl. Tanácselnökhöz bementünk, Nezvál Ferenc, későbbi igazságügyi miniszter lett. Ő volt akkor a tanácselnök, ugye a 1848-as képlet alapján mondom, hogy a tanácselnök reszketni méltóztatott, hogy most mi lesz, mit akarnak, semmi mást, kitenni a nemzeti zászlót. Na, hol a nemzeti zászló? Nem tudom, mondja ő. Akkor hivatalsegédhez fordultam, hol a dekorációs soba? Ugye, mert tudtam, hogy ilyen is van. Mondja a tanácselnök, vezesse őket oda. Hát oda vezetett, és azt mondja, hogy nyissa ki. Nem tudom, mert nem tudom, hol a kulcs. Nem, belerúgtam, kinyílt az ajtó, csak a nemzeti zászlóhoz nyúltam, kivettem, hárman fölmentünk a padlásra, másik kettő leverte addig a vörös csillagot, én kitettem a nemzeti zászlót. A szövegbe, amire én emlékeztettem magamat, ott egyszer egy magyar nemzeti cikkre, ha akkor lelőnek, akkor hős vagyok. A vörös csillagot nem a vörös csillagért vertük le, hanem az, hogy a vörös csillag nekünk akkor egy idegen hatalom szimbóluma volt. Azt jelentett, hogy Magyarország egy idegen hatalom alatt megszállás alatt van.
és a megszállást akartuk megszüntetni, hogy függetlenek és szabadok legyünk. Erre kérdeztem. Azt kérdezte egyik diák, hogy és 56 után becsukták? Mondom, nem. Szerintem miért nem? Mondom, nem volt, aki följelentsen. Mert Magyarországon egyébként a nagy magyarkodás mellett az van, hogy üssük a gyona szomszéd kutyáját. Tehát azért kerültek, akik bekerültek, mert volt ellenük tanú. A tanú nem idegen volt, nem a hivatal volt, hanem a, nevezzem egyszerűbben, a szomszéd, az ismerős, aki ismerte őt. Furcsa módon, ahol én laktam, akkor a leendő feleségem lakása volt, illetve anyjának a lakása, és őnekik egy nagy lakásuk volt, és még a Rákos idejébe oda beköltöztettek egy idegen családot két másik helységbe. Társbérletbe, mert ez volt a szokás, és akkor a társadalomban ott lakók, tudtam, hogy már mondták, ők szociáldemokraták voltak. És ezek a szociáldemokraták tudták, hogy én tűztem közászlót, és nem jelentettek föl. És nagyon sokan látták, hogy én voltam ott, és nem jelentettek föl. Egyelőre. Meg kell jegyeznem, hogy én Kőbányán jártam iskolába. Képem ott van, tablom egyébként. Később, ha tetszik, megmutatom. A lényeg ebbe az, hogy 4 zsidó gyerek volt az osztályban, és ezek között 2-vel nagyon jó barátságban voltam, Krausz Palival meg Poros Ottóval, egyik sincs már, nem is volt, eltűntek. A 3.-4. a Kertész Lacival meg Berger Vilmossal nem. De ezekkel nem azért nem voltam, mert zsidók, azért mert a Kertész Laci az mindig pisis volt, és ha nem bírtam a szagát, mert mindig bepisítanak, pisis volt a nadrágja. Na, ez nem érdekes lenne, csak az, hogy milyen viszonyom volt közöttük. A másik pedig egy, a Berger Vilmos, az pedig egy rendkívül vaskos és nagyon erőszakos rác volt, azért nem bírtam. Poros Ottónak a szülei fényképészek voltak, a Krausz Pali pedig szülei pékek. És nagyon jó barátságban voltam annyira, hogy tekintettel arra, hogy én másképp nevelkedtem, mint az emlékiratokban szokásos nevelkedési viszonyok, mert az emlékiratokat főleg azok írják, legalábbis azokat adják ki, akik úgy kezdik, hogy Pasaréti úton értem, jó körülmények között, nevelőnőmtől tanultam németül, anyám, ezt most egy könyvből idézem, anyámnak jó menő vállalkozása volt, apám zsurnalista volt. Ezt írja az egyik visszaemlékező 1943-44-ről. Utána ő vezető
személyiségre tantal idejébe. Csak azért jegyzem meg. És érdekesség, hogy ez a kifejezés nem is élt akkor, hogy vállalkozás, mert megnevezték, hogy varodám volt, vagy szövőnő, vagy akármi, akinek azt mondta volna, ez az új keleti szó, ez a 70-es, 90-es évektől, ez azt jelentette, hogy hát jó menő futtató volt. Az akkori viszonyok között ez azt jelentette. Na de nem is ez a lényeg, hanem ugye szabad időmet teniszezéssel, sportolással, meg esti teázással töltöttem. Hát én nem így voltam, mert én amikor polgáriba jártam, akkor kaptam naponta 10 fillért. És reggel megittam a hamis teljes kávét, azért hamis teljes kávét, mert ugye nem igazi kávé, hanem frank kávéból készült annak idején. Egy kiflivel, és ezzel mentem iskolába, és a 10 fillért nem költöttem el, hanem azokat összegyűjtöttem. Legtöbbször könyvet vettem rajta, de egy alkalommal egy bácsi jött a polgáriba, hogy kölcsönöz ő például mikroszkópot, látsöve. Hát én azt mondtam, gyerekek, én egy mikroszkópot kikölcsönzök tőle. Egy hétre egy pengő volt. Tehát a sok pénz nekem, aki naponta egy 10 fillért kapott azért, hogy egyen valamit. És egy gyűjtöttem egy pengőt, kiváltottam, de viszont, hogy ezt haza nem vihettem, ezt a mikroszkópot, mert anyám, hogy ilyen marhaságra költöm, kaptam volna 2 pofont, meg egyébet, ugye? Nem dicséretet. Ezért a Krausz Palihoz elvittem, és délutánonként ott tanulmányoztuk vele, a Porosz Ottóval, meg más barátaimmal együtt a csodavilágot, amit a mikroszkóp ad. A mikroszkóp nyújt. Csak jelzem, hogy ilyen viszonyban voltam ezekkel a zsidó gyerekekkel, és ezek eltűntek aztán teljes egészébe. Ettől függetlenül akkor már szokás volt, hogy egyes osztálytársaim ezekre a zsidó gyerekeknek a táskáira rárajzolták a nyilas keresztet, vagy ráírta a másik, hogy büdös zsidó, de ez egy általános szokás volt, és ebben nem is vettük komolyan, mert közben nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időpontban pontosan Szálasi börtönben volt Szegeden 2 évig. Na most, ami a legfontosabb, hogy amit én elmondtam ott annak idején, és amiért engem így, ugye, zsidó béresznek apostrofáltak, évtizedekkel később jelent meg Magyarországon ez a könyv, Arthur Koestler, ez egy magyar származású, Angliába élt ember, 13. törzs, ami azt, amit én elmondtam, azt írja le tüzetesen. Ez megjelent egyébként először angolul, és csak 1990-ben fordították le magyarra. Azon kívül itt egy különböző bibliográfiát közöl, amiben ezek szerepelnek, ezeket, amiket én elmondtam, illetve ezeknek az anyagai a világirodalomba. És érdekes módon a magyar történelem csak slágvortokba foglalkozik ezekkel a témákkal. Annyi van Németh Gyula könyvébe is, hogy a
Kazár vezetőség áttért zsidó hitre, és államvallássá tette a zsidó vallást. Több nincs róla. Nem foglalkoztak, mert dehonestáló, hogy mi ősturulus magyarok ilyennel foglalkozzunk. Közben nem szabad elfelejteni, hogy Erdélybe volt egy ilyen vallás, amiről ma nem lehet hallani, nem írnak róla, nem beszélnek róla, mintha nem is lett volna szombatosok. 1870-ig, amikor Vekerléjék reformálták az akkori egyház ügyet, nem is tudták, hogy mit csináljanak vele, mert nem egyház volt, zsidó hitet követték, de nem voltak zsidók. Magyarul az ősi hajdani kazári zsidó hitnek a követői voltak, és szombatosként szerepeltek. És akkor egyszerűen Vekerle azt mondta, hogy hát akkor te zsidók vagytok, nem érdekes, maradtok szombatosok, tartsátok, hogy akartok, neked nem kell szervezetbe belépni, de a statisztikában zsidónak tekintünk titeket. Nem ez az érdekes, hanem amikor visszaemlékezés van a zsidók írtásáról, soha senki nem beszél arról, hogy mi lett az erdélyi, igazi, magyar szombatosokkal. Pedig azokat is kiírtották. Na most ehhez hozzá kell tennem, hogy itt már említettem, ez az ős magyar Barát Tibor, már beszélgetés közben mutattam, 1942-ben kolozsvári egyetemi tanár, az egyetemi tankönyve ez. Ebbe akkor taglalta tisztára az akkori tudásnak megfelelően, és teljes egészében nacionalista alapon a magyar történelmet és a zsidóság kérdéseit is. Ennek a végén itt részletesen megtalálható az egész történelemben, hogy hányan voltak zsidók, de például senki se kérdezi azt, hogy miért volt Székely Mózes nevezetű erdélyi vajda. Az erdélyek között, a székelyek között miért olyan sok a zsidó nevű ember? Na most, legérdekesebb a legutolsó időszakban, már úgy értem annak a bizonyos Horthy korszak legutolsó időszakában Endre László volt egy ideig Pest megye alispánja, majd főispánja, és amikor olyan helyzetbe került, akkor rendeletben megváltoztatta egy község nevét, innét nem messze van, úgy hívják most, hogy Vácegres. Ennek a Vácegresnek a neve addig úgy szólt, hogy zsidó. Ez volt a neve. Igen. De mivel ilyen negyen nem lehet Magyarországon, a nevét át nevezte Vácegresnek. És azóta hívják Vácegresnek. Azelőtt, tehát a honfoglaláskorban, és azt követően nem okozott problémát Magyarországon a hit, zsidó hit kérdése, mert azt úgy tekintették, nagyon pontosítani akarom, úgy tekintették, mint a kereszténység ősi formáját. Mert tulajdonképpen eredetileg a hajdanában a kereszténységet is úgy tekintették, mint egy zsidó szektát. Hiszen nem szabad elfelejteni, ugye hát onnét indult, ugye
és egy zsidó Jézus Krisztust feszítettek meg, éppen azért, mert a törvényeket követelt, hogy tartsák be, a zsidó törvényeket követelt, hogy tartsák be. Ezek között az első szerepel, hogy nem kellőképpen hangsúlyozták, hogy szeresd fele barátodat, szeresd ellenségedet, és most érvényesül? Vagy érvényesült századokon keresztül ez? Hát ha más gondolkodással bír valaki, az már ellenség. Szeresd a fele barátodat, szeresd az ellenségeidet. Most lehet. Amit én most elolvasok, ez egy írásom, visszaemlékezés, bármikor közölhető bárki által, semmiféle díjazást ezért én nem kérek. Okolásul szeretném, hogyha minél többen ismernék. Címe a fillér. Ma már kevesen vannak olyanok, akik megélték a 30-as évek nagy gazdasági világválságát, mely bizony Magyarországot is súlyosan érintette. Kisgyermek voltam ekkor, és Budapesten, Józsefvárosban, a Szigony utcában laktunk, itt próbáltuk átvészelni a nehéz időket, olyan körülmények között, mint amilyenben József Attila és családja is élhetett korábban a szomszédos 9. kerületben, ahol én személyesen voltam meglátogatni József Attila szülőhelyét. Tehát azért tudom, hogy ugyanúgy olyan lakásban éltünk mi is, mint ő. Itt történt velem 1932-ben az az eset, amelyre most is nagyon jól emlékszem. 7 éves voltam akkor, az első osztályt végeztem, nyár volt, szünidő. Édesanyám egyik délután így szólt hozzám. Kisfiam, szeretnék apádnak vacsorát főzni, elmehetnél hoznatlán egy kis fát, hogy be tudjak gyújtani. Készséggel vállalkoztam rá, hiszen nagyon közel lakásunkhoz, mint egy 50 méterre a Tömő utcában egy pincehelyiségben lehetett tüzelőt kapni. Anyám adott 20 fillért, és egy füles bevásárlókosarat, amelyben befért 5 kiló fa. 5 kiló. De jó száraz legyen, ezekkel a szavakkal bocsátott utána anyám. Amikor odaértem, elmondtam a bácsinak, hogy mennyi fát szeretnék, utána néztem, hogy saját maga fűrészeli és hasogatja fel a fát, és rakja a kis kosárba. Rátette a méregre, és azt mondta, na gyerek, ez majdnem 5 kiló, 19 fillér lesz. Odaadtam a 20 filléres, és visszaadott 1 fillért. Gyönyörű 1 filléres volt. Aranyosan csillogott a nyári napfénybe, és amikor kimentem az utcára, boldogan tartottam a tenyerembe, és csodáltam a csillogását. Nagyon örültem neki, és elkezdtem a tenyerembe feldobálni. Egyik alkalommal nem tudtam elkapni, így leesett a kövezetre, elkezdett gurulni, majd eltűnt a csatorna lefolyó nyílásának rácsai között. Borzasztóan elkeseredettem. Mi lesz most? Anyám nagyon fog haragudni, talán meg is fog verni. Leültem a járda szélére, mellétettem a fás kosarat, és elkezdtem sírni. Egy fillérnek óriási értéke volt a szemembe akkor. Egy héttel korábban történt, hogy édesanyám elküldött a boltba, amely egy házal odébb volt tőlünk, hogy vegyek 2 dekagram élesztőt, mert pogácsát fog sütni. Adott 3 fillért, én pedig átmentem az üzletbe, és fölkapaszkodva a pulthoz, kezembe a pénzzel kértem az élesztőt. A pult magas volt, éppen csak beláttam a pult tetejére. A pult oldalán végig reklámszalók voltak kitéve. Közvetlen előttem, még ma is emlékszem, egy bánca sütőport hirdető reklámszalag volt. A boltos bácsi kinyújtotta a 2 deka élesztőt,
amelyet az egyik kezemmel elvettem, közben másikkal oda akartam adni a kezembe tartott három fillért. Hogy fölfelé nyújtózkodtam, az egy filléres kiesett a kezemből, bele egyenesen a vánca szalagjába, és ott benn maradt. Mondtam a boltos bácsinak, ja, véletlenül ide beleesett az egy filléres. Te büdös körök, hazudsz nekem, csak be akarsz engem csapni, takarodj innét! És visszavette a élesztőt. Sírva szaladtam haza, és elmondtam anyámnak, mi történt. Édesanyám nagyon kardos menyecske volt, azt mondta, ne félj fiam, majd eligazítom a boltos bácsit. Visszamentünk a boltba, anyám csipőre tette a kezét, és felelősségre mondta a boltos, hogy miért nem szolgál ki. Ez a gyerek be akar engem csapni, három fillér helyett két fillért akart adni. Az én fiam nem hazudik. Azt mondta, ide a reklám, a pult közé esett a pénz, tessék kivenni. Maga is be akar engem csapni, mondta a pultos. Erre anyám fogta, leszakította a sütőport hitető reklámszalagot, és kiesett belőle az egy filléres. Na látja, szólt anyám a boltosnak, nem hazudik az én fiam. Amikor ott ültem a fával, az utca szélén, az elgurult egy filléres után keseregve ez jutott eszembe, hogy milyen nagy érték az egy fillér. Nagyon elkeseredtem, mert én vagyok a hibás, hogy játszottam az egy fillérrel. Örültem, hogy az a részpénz olyan, mintha arany lenne, olyan szépen csillogott, most pedig nincs. Mi lesz most? Ahogy sírdogáltam ott a járdaszélen, jött egy kalapos bácsi, megállt mellettem, megkérdezte, miért sorok. A bácsinak elmondtam, hogy mi történt, hogy félek hazamenni. Erre a bácsi elővette a bukszáját, és kivelőből egy filéret, és mondta, tessék kisfiam, tedd el, vigyázz rá, és most már ne busulj. Nem fog hiányozni az egy fillér. Aztán fölkeltem a járdaszélről, megköszöntem a bácsinak, hazavittem a fát, átadtam az egy filléres anyámnak. Soha nem mondtam el neki, hogy mennyire kétségbe estem, mikor elveszettem az egy fillérest, és ez a jó bácsi nagy, hogyan pótolta azt. Szóval a megírt írások és megírt emléktáblák néha ki kell fejeznem hamisak, nem pedig a valóságot. Legjellemzőbb Hajdan volt Vilma királynő úton, ez a 7. kerület Lövölde utca környékén van, illetve a Király utcának a folytatása a Lövölde tér után, ma úgy hívják, hogy Városligeti falsor. Annak bal oldalán, kifelé menve, a 4-es számú ház egy gyönyörű, arisztokratikus villa volt Hajdanában, amit aztán a megszállás idejében a szovjet KGB, illetve NKVD, illetve kontraszvetka kapott meg. Ez a kontraszvetkát külön kell kicsit magyaráznom. Ez azt jelenti oroszul, hogy kémelhárítás. Tehát a szovjet katonai bíróság, ügyészség, rendőrség, titkosszolgálat magyarul, azt kapta meg ezt az épületet, és előtte, mielőtt én ott vendégeskedtem volna, már körülbelül egy évvel az én barátaimmal, az IKE tagjaival, ismertetnem kell még egyszer, mert sokszor félreértik, IKE, Ifjú Krédó Egyesület, mert összetévesztik a KIE-vel, az egy református ifjúság egyesület volt, az keresztjén ifjúsági egyesület, de most azt betiltották, és mindenféle az előtti, tehát 45 előtt létező egyesületet tulajdonképpen betiltottak a átalakulás hajnalán. Nem mondom, hogy Rákosiék, mert nem egyértelmű. A lényeg az, hogy betiltották,
mivel ezeket reakciósnak minősítették, tehát a kie nem is létezett, a legényegyzet sem létezett, hanem az általunk szervezett Ifjú Krédő Egyesület létezett, és ennek a tagjaival én aktívan, mint országos főtitkár, jártam különböző helyekre, így népi kollégiumban is, különböző ifjúsági szervezeteknél is ellátogattam. Így ellátogattam például a Kisgazdapárt ifjúsági szervezetébe is, meg a népi kollégiumoknak az egyesületének összejövetelén is részt vettem. Na most ebből a lényeg az, hogy abban mindannyian egyöntetően egyetértettük, hogy nekünk valamiképpen fel kell lépnünk a megszálló hatóság ellen, mert nem engedhetjük meg, hogy egy idegen hatalom megszállása alatt legyen Magyarország. Az, hogy mit csinálnánk, hogy csinálnánk, erről fogalmunk sem volt, de egyébként a legfontosabb az volt, hogy legalább bejárjuk ezeket a helyeket, megismerjük, és utána esetleg meg tudjuk beszélni, hogy mit lehet egyáltalában csinálni. Hát így például ellátogattunk erre a részre, amit az előbb említettem, a Vilma Kerenőt 4 szám alá, mert tudtuk, hogy ez a szovjet rendőrség kémelhárítás hatóságnak a titkos helye. De azt is megtudtuk, hogy előtte viszont a Gestápónak volt a központja, és a másik ilyen központ volt Schwabhegyen a Majestic szálló, amit szintén a Gestápó használt, és utána persze átvette szintén a kémelhárítás, és itt a magasabb fokú parancsnokság székelt. Itt a végrehajtás volt tulajdonképpen a Vilma Királyné út építménybe, és a Vilma Királyné úton volt még egy, az 51-es számú ház, amit szintén megszálltak. Ott az első időben, csak rövid ideig, ott is őrizeteseket tartottak, azokról viszont semmi adat nincsen. Hogy nincs adat, annak az az alapja, hogy tulajdonképpen 47-ig minden olyan szemét, aki az 58-as politikai paragrafus szerint halálos vétket követett el a Szovjetunió ellen, azokat, ha halálra ítélték, azokat ki is végezték, így nyomtalanul eltüntették. Ezeknek sajnos mai napig sincsen nyoma, fogalmunk sincs, hogy hol vannak, és soha nem is emlékeznek meg róla. Úgy szintén nem emlékeznek meg azokról se, minket 50 után ugyanígy likvidáltak, mert adatot sehol nem lehet erre találni. Mert 50 után szintén újra hatályba léptették a halálos ítéleteket, és a halálos vétkeket végre is hajtották. Nagyon egyszerűen. Na most az egésznek a lényege, hogy mi a barátainkkal ezeket a részeket körbejártuk, és az egyik olyan szempont volt, hogy hogyan lehetne a magyar rabokat kiszabadítani innét, mert tudtuk azt, hogy magyar rabok vannak itt. És láttuk, hogy van egy darab szovjet fegyveres őr. De körbejártuk, és felfedeztük, hogy az egész háztömb szovjet tiszti körzet, lehetetlen nekünk oda bejutni, lehetetlen itt mindenféle akciót kifejteni, mert tulajdonképpen egyszerűen nem az egy őr őrzi
ezt a területet, hanem egy egész hadseregnek a tiszti vezetői itt vannak, és azokat tényleg szigorúan őrzik, és itt nekünk behatolni abszolút lehetetlen. Ugyanúgy megkörnyékeztük és megismertük Rákosinak a lakását, Abonyi utcába, ott is szemrevételeztük a villát, amiben Rákosi lakott, ott csak rendkívül egyszerűen érdektelennek nyilvánítottuk magukra nézve ezt az egész területet, mert felfedeztük, hogy ugyan ez a lakása, de teljesen bizonytalan, hogy mikor tartózkodik itt Rákosi. A harmadik ilyen terület, ami megszemléltük, ez pedig a kistarcsai internálótábor. Hát ott nagyon-nagyon sok rabot tartottak. Jellemző, hogy az internálás az nem volt szabályos bírósági eljárás alá vonva. Az csak egy rendőrségi intézkedés volt, egy rendőrségi határozat, amelybe legfőjebb 6 hónapig tartó fogvatartást írt elő, amit mindig meg lehetett hosszabbítani, időtlen időtig nem volt rendszabályozva. Nem ez a baj az egészbe, hanem amikor később oda, tehát hazatértem Szovjetunióból, később meglátogattam ezt az épületet, illetve épület együttest, és azóta is sokszor arra járok, semmiféle emléktábla nincs kitéve. Tudnék, ezt a tábort még 49-ben, amikor Magyarország átalakult népi demokratikus köztársaságá, megszüntették oly módon, hogy onnét a bent lévő raboknak nevezhető személyeket átvitték a kerepesi, kistarcsai határtereten lévő volt csendőr laktanyába, és a mai napig azon az épületen van kitéve az, hogy internálótábor. Mert ezt az épületet, ezt viszont akkor átadták a rendőrségnek, és rendőrségi kiképző területté vált. Az érdekesség az, hogy én, mikor hazakerültem hamarosan, elmentem arra, és körbejártam, és akkor már megállapítottam kezdetben is, amikor ott voltam, én egy külön zárkába voltam 2 hétig ott elzárva, teljesen függetlenül a nagy internálótábor többi lakóitól, tehát egyszemélyes zárkák voltak, előttünk a vastag nagy fal, 3 méteres fal, és akkor már megállapítottuk, hogy a falon túl ott a belügyi őrségnek a lakásai vannak. Most is, utána, amikor hazakerültem Szovjetunióból, ellátogattam és láttam azt a zárkát, ahol valóban én is voltam bezárva, amiről ugyan nincsen semmi írásos emlék, de én emlékezetemben mégis tudom, mert megnéztem. Ugyanígy kell visszatérnem a Vilma Királyné út 4-es számú házra, amelyiken egy emléktábla ki van téve, Mentzer Gusztáv nevezetű, a kárpótlási hivatal nagy főnöke oda helyeztetett egy emléktáblát, és az emléktáblán az van, hogy a KGB központja volt 1948-ig. Én azt mondtam Mentzer Gusztávnak, hogy ez nem igaz, engem és rajtam kívül sokat, neveket föl tudok sorolni, és írásba is tudom bizonyítani a
elítéltetésem idejét október 27-éig, tehát októberig ott, 49. októberig voltak becsukott emberek, és ott működött egészen az év végéig a KGB. És amikor azt mondtam neki, hogy ezt le kell vetetni, mert ez hamis ez a tábla, azt mondja, nem tehetek róla, nekem a történészek mondták. Mondtam, én is történész vagyok, és én itt voltam. Akkor se érdekes, nekem a történészek mondták, és ez így marad. És mai napig is ott az van, hogy 48-ig voltak ott, pedig 49 év végéig voltak ott. Másik ilyen, Kovács Béla, kisgazdapárti főtitkár, földművelési miniszter, 47-ben teljesen illegális módon került szovjet hatóságok kezére oly módon, hogy a parlamentbe bementek a szovjet hatóság embere, és a parlamentbe a minisztert, a képviselőt, a polgári, önálló polgári demokratikus Magyarországon fogták és elvitték. Nem volt, hogy amit ma szokás, hogy őrizetbe veszem, hozom a papírt, letartóztatom, ilyen nálam se volt, senkinél, ilyen nem volt. Egyszerre fogták és elvitték. Elvitték a Majestis szállóba, elvitték a Vilma királynő után a Majestis szállóba, onnit elvitték Bádenbe, Ausztria keleti részén ez a kisváros, azért Baden, mert a Ausztriát megszálló szovjet haderő katonai központja volt ott, utána átvitték Neukirchenbe, és amikor bennünket 1949-ben elszállítottak a Vilma királynő úti épületből, ugye olyan álságos módon, hogy a gépkocsira, tehergépkocsira az volt ráírva, hogy kenyér, chleb, akkor oda vittek a Neukircheni volt német börtönbe, és a szomszéd cellába ott volt Kovács Béla. Egyedül egy zárkába elzárva. Később onnét elszállították Vlagyimirbe, Moszkva melletti, Moszkvához közel álló börtönbe, és ott volt egy táborba, és utána abba a táborba került, ahol én voltam, velem együtt volt a mordoviai 11-es javaszi táborba, és ott találkoztam vele, és velem együtt került a Jászberényi, akkor már kiürített hajdani volt Jász Nagykun központnak az épületébe, amit idegenesen kialakítottak börtönépületté. Na most a másik érdekesség, rólam megemlékeznek úgy, hogy Vorkután volt, és Vorkutáról hozták haza Magyarországra. Sose volt Vorkután, Vorkut egyébként Mordóviától északra körülbelül 1000 kilométerre van. Ez épp ilyen link dolog, mint egy másik könyvbe megjelent Olafsson Placid bencés szerzetesnek a életéről szóló könyv, aki szintén velem volt egy táborba, és akkor ő nem ő írta, hanem egy újságírónő írta az életrajzát, megemlékezést róla, amelyben ilyen kitétel szerepel, hogy hát itt a Brjanszki erdő közelébe, Mordóviába. Mordóviától legközelebb 1000
kilométerre nyugatra van Brjansk. Szóval annyira téves információkat adnak, ami teljesen idegen a valóságtól. Na most tehát vissza kell térnem arra, hogy kezdtem a internálótáborral. Az internálótábor falán, amely a szabadság, tehát Kistarcsán a szabadság út 56 alatt van, jelképes, érdekes 56-os száma van, amikor elmegyek arra, mindig eszembe jut a száma alapján, mai napig sincs emléktábla kitéve, hogy itt raboskodtak emberek. Na most még egy érdekesség, amit nem tudnak, hogy ez a tábor eredetileg valóban internáló tábornak létesült az első világháború alatt, menekült tábornak használták a határon túlról menekült egyének részére, és egy ideig orosz tisztek hadifogolytábora is volt átmenetileg, és később alakult át a 20-as évektől kezdve, amikor a Horthy-féle ellenforradalom győzött, akkor a kommunistákat is zárták oda, de utána ezt rövidesen megszüntették, és már akkor átalakították egy ilyen rendőri, kiképzői egységnek, tehát alacsonyabb rendfokozatú rendőröknek a kiképzésére. A tiszti kiképzőre szolgált Tarcsától, tehát Kistarcsától északra menve találkozunk egy másik bekerített részsel, amit most a kínaiak használnak, az pedig rendőr-tiszti akadémia volt egy ideig, és akkor ezt megszüntették a 90-es években teljes részébe, és átalakították, illetve kiadták, és a kínaiak kibérelték, vagy megvették, és most már azok használják valamilyen extra célra. De szóval a leglényegesebb az, hogy a különböző ilyen szovjet kivégzéseket és eltüntetéseket, amiket én tapasztaltam, ezeket olyan tökéletesen hajtották végre, hogy a mai napig sincs nyoma. Ugyanakkor megemlítettem az elmúlt beszélgetésbe, hogy anyámnak úgy jutott tudomására, hogy én a Szovjetunióban vagyok, hogy egy raptársunk hazakerült előbb, és ővele üzentem megadó anyám címét, ővele üzentem anyámnak, hogy hol vagyok. És előzőleg 5 évig fogalma se volt arról, hogy egyáltalában létezek, mert minden hatóság letagadott, és azt mondták, soha nem intézkedtünk ellene, hatósági eljárás nem folyt ellene, bizonyára disszidált, és ne is keresse, mert nálunk nincsen.